Az orosházi fúvós zenekar 1969 óta minden évben ünnepi hangversenyt ad a város alapítási évfordulón az evangélikus templomban. Az elmúlt 30 évben kátót László karnagy vitte tovább ezt a szép hagyományt. A januári karnagyváltás után már utódja Fabók László karnagy tanította be a zenekarnak az idei hangverseny anyagát. A fiatal karmester vezetésével április 23-án este Kéler Béla vígjáték nyitánya mellett felcsendült Bach R című remek de a szép számú közönség meghallgathatta Sárpentier prelúdiumát is. Emellett játszottak Verdi opera részleteket, és többek között Vivádi négy évszak című darabjából a tél is elhangzott. A közönség hosszan tartó vastapsal jutalmazta a zenéjét, a hangversenyt hamarosan mi is műsorra tűzzük itt a Városi Televízióban.